Most viszont hallgassunk meg szintén egy nagyon jó történetet. György Zsuzsa van a vonalban, akit nagy szeretettel köszöntünk. Szerbusz Zsuzsa! Sziasztok, György Zsuzsa vagyok. Szia, Zsuzsa! Köszönjük szépen, hogy így fogadod a hívásunkat, és ha jól tudom, akkor neked is egy nagyszerű történeted van a csodababák születéséről. Igen, igen. Ott kezdeném, hogy 2006-ban házasodtunk össze a férjemmel, még viszonylag fiatalon, és nyitottak is voltunk rögtön a gyermekáldásra. És teltek az hónapok, teltek az évek, és nem jött össze. Úgyhogy elkezdtünk így orvostól orvosig menni. Közben persze így testvérek, barátokon keresztül nagyon sok imatámogatás érkezett, meg bátorítás, de hát elindultunk az emberi segítséget is igénybe venni. És 4 év után jutottunk el oda, hogy diagnosztizálták a férjemnél a meddőséget, és romló tendenciát mutattak a dolgok. Aztán mondták, hogy az egyedüli megoldás a lombik program, úgyhogy belevágtunk, de teljes meggyőződéssel, hogy bár emberi segítséget kell igénybe venni, de sikerülni fog. Úgyhogy 2011-ben meg is születtek az ikreink, ők voltak az elsők, és ők 1,5 évesek voltak, amikor kiderült, hogy egy harmadik babát is várunk, aki a következő évben született meg. És ő már teljesen természetes úton. Ő természetes úton fogant, igen. Aztán eltelt 6 év, és 3 évvel ezelőtt, vagy hát 2,5 évvel ezelőtt éppen költöztünk, és a költözés közben kiderült, hogy a 4. babánkat is várjuk, aki szintén természetes úton fogant. Aztán ő megszületett, és 3 hónap múlva kiderült, hogy az 5. babánkat is várjuk. És akkor elkezdtük beszélni a férjemmel, hogy most már azért jó lenne elmenni orvoshoz, hogy mondják meg, hogy akkor lehet-e, vagy nem. Gyermekünk természetes úton. És felkerestük azt az orvost, aki végigvitte a lombik programot, meg igazából az összes terhességet végigkísérte. És mondta, hogy ő is nagyon kíváncsi, mert tehát el se akarta hinni, amikor mindig megjelentem a gyanúval, hogy lehet, hogy megint kisbabát várunk. És akkor ő is így örömmel vette, hogy na, akkor nézzük meg, hogy lehet-e. Úgyhogy ahogy meglett az eredmény, engem hívott is telefonon, és azt mondta, hogy változatlan az eredmény. Tehát ez tavaly. Tehát a férjed papíron továbbra is meddő, miközben igen. Több gyermek természetes úton tőle született. Tehát azt mondta, hogy gyakorlatilag 0% az esélyünk arra, hogy... De Isten a 0%-ból is ezek szerint több 100%-ot tud ezzel igen, szerint. Igen, és az orvos is azt mondta, hogy erre emberi magyarázat nincsen. Tehát csoda. De az orvos is azt mondta, hogy ez csoda. Hát nagyon-nagyon örülünk. Egy annyit hadd kérdezzek meg, hogy nyilván azért, amikor mondjuk megtudjátok, hogy nem lehet természetes úton gyermeketek, vagy amikor próbálkoztok, azok nagy kihívások hitben. Nektek voltak-e olyan mélypontok, amik nehéz időszakok voltak, és ezekben mennyire tudott segíteni a hitetek, ha volt, hogy ebből ki tudjatok törni? Hát voltak mélypontok, több is, és folyamatosan igazából az az ige is a szemünk előtt lebegett, hogy Isten parancsba adta, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, és ő nem gördít ezelé akadályt, tehát biztosak voltunk abban, hogy az ördögnek egy munkáját kell legyőzni az életünkben. Rengeteg, tényleg amint mondtam is, hogy rengeteg ima támogatást kaptunk, nagyon sok kis cetlinket kivitték a siratófalhoz. Aztán mondták is így ismerőseink, hogy lehet, hogy az összes kis cetlit meghallgatta Isten. Úgyhogy tényleg így
Hát folyamatosan hittel néztünk a jövőbe. Hát nagyon És nagyon. meg voltunk győződve arról, hogy lesz gyermekünk. Igen. Mit üzensz azoknak, akik még olyan cipőben járnak, mint mondjuk ti jártatok évekkel ezelőtt? Szerinted mi a legfontosabb üzenet, amit ilyenkor érdemes befogadni a szívükbe? Hát, hogy maximálisan bízzák az Úrra az ő útjukat. Így legyen, és nagyon köszönjük, hogy ezt elmondtad nekünk, és nagyon örülünk nektek. Az elmúlt percekben tehát György Zsuzsa bizonyságát hallottuk.